Hölgyeim és uraim, kedves nézőink! Ugye önök is szeretnek büszkék lenni. Mi a főiskolán úgy szoktuk mondani, hogy van egy olyan sorozatunk, és hál' Istennek nem ürül ki gyakran, hogy akikre büszkék vagyunk. 3 évtizedes oktató és kutató munka elismerése nemzetközi szinten, Dallasban 5 szakma nemzetközi díja közül az egyiket Magyarországról, az Eszterházy Károly Főiskola Médiainformatikai Intézet főiskolai tanárának, dr. Forgó Sándornak ítélték oda. Tanár úr, gratulálunk az elismeréséhez. Köszöntjük a stúdióba, és köszönöm szépen, hogy befáradt ide. Mielőtt magáról, a díjról beszélnénk, beszéljünk talán arról, hogy kik találkoztak, és mire Dallasban. Mi volt ez a szervezet, és mivel zajlott a programja? Talán számomra a legszakmaibb szervezet, ami létezhet, Magyarországon kívül nyilvánvalóan. Amerikában alakult ez a Nemzetközi Oktatás és Kommunikáció Technológiát Oktató Tanárok Szervezete 1923-ban, és évente rendszeres közgyűlést tartanak különböző városban. És hát ezek a rendezvények arról híresek, hogy nem csak országon belül, hanem nemzetközi szintén bővítették. Körülbelül 30 tagország résztvevője van jelen mindig ezen a konferencián, és a konferenciákon rendszerint 2-3 ezer fő szokott részt venni. Ez alkalommal ilyen sokan nem voltak, lévén ez, hogy egy kicsit kontinentálisabb az éghajlat a Dallasnak, szívesebben mennek tengerparti részekre, tehát egy konferenciát jól el kell adni, mint ahogy mi is a Agria Média konferenciánkat el szoktuk adni. Hiszen közben látjuk a konferencia és helyszínét. Hát ezen a konferencián ugye nagyon sok szakma képviselője vett részt, de elsősorban az infokommunikáció, a pedagógia, oktatás technológia és a webdesignerek, tananyagtervezők, távoktatási szakemberek vettek részt, akiknek egy a céljuk érthetően, didaktikusan a tartalmat közvetíteni a tanulók számára, óvodáskortól a felnőtt oktatásig. Ez egy éves konferencia volt. Mi volt a programja? A program tulajdonképpen a konferencia túlmenően egy olyan rész volt, ahol lehetőség volt megismerkedni egymással, a különböző bizottsági tagokkal, és a bizottsági tagok utána pedig egy vacsorán vettek részt, amelyen bizonyos érdekes ajándékokkal meglephették az ottani társaságot. Azt hiszem épp a díjátadás pillanatait láttuk itt a díjakkal a igen. Vendégek. Itt szólítják a többi társakat, itt pedig ugye az egri bikavér kerül kalapács alá, ami egy érdekes mozzanata volt, ugye, hogy mindenki a tájjellegűt bemutatta, honnan jött. Tehát nem csak az intézményt promocionáltuk, hanem az itteni dolgot is, hisz az Agri Média szerkesztője, az ICEM részéről Richard Cornell, akit láthattunk elő. Tanár úr, 5 díjat adtak át ezen a konferencián, ön melyiket kapta? Milyen díjak voltak ezek? A díjak különböző szekcióban kerültek kiosztásra, elsősorban az oktató munkáért, a tudományos munkáért, illetve amit én kaptam, az pedig a nemzetközi kapcsolatok építése, illetve ezen belül az a infokommunikációs műveltség kultúra terjesztése, hát aminek többé-kevésbé részese volt az ember az elmúlt lassan 3 évtizedben tényleg. Igen, és hát az előterjesztője nagyon komolyan méltatta az ön szakmai munkáját, a publikációs tevékenységet, nagyon sok cikket, tanulmányt, tudományos munkát írt föl. Tulajdonképpen az szerettem volna ezzel fölvezetni, hogy ez a fajta munka, amit ön végez, hol gyökerezik, mikor indult, mitől lett ennyire elkötelezett ebbe a szakmába? Kinek köszönhető ez? Jaj, nehéz ezeket a motivumokat felkutatni. Valamikor a 70-es években a programozott oktatás az nagyon megihletett bennünket, mindannyiunkat, és érdekes, hogy az ACT tagokat is nagyon megihlette, mert akkor abban az időszakban 10 000 tagja volt a szövetségnek Amerikában, mert annyira hittek a gépben, és lehet, hogy a tanárban is, de a gépben és a technológiában, hogy valamit el tud végezni. Ez a mítosz, ez a messiás várás, ez sokáig jelen volt is, tehát most is jelen van, hogy a tanárt felváltani, hogy esetleg a tanárt letaszítja majd az infokommunikációs technológia katedráról. Vannak ilyen hivatalos felfogások is,
Hát ez a messianisztikus várás szerintem úgy is abban a tanári, mágikus erőben van, amit személyes oktatáson el át lehet adni. Mondom én, aki a távoktatással foglalkozom, mert ezt próbáljuk átadni mindig a távoktatáson. Tehát 70-es években a programozott oktatás ihletett meg, de hát ez nem jelenti, hogy ott megálltunk, mert azóta sok minden történt. Ezen belül a programozott oktatás az igazi kedvenc területe, vagy lehet még szűkíteni tovább, hogy melyik az ön kedvence? Az alapja ez volt, de azóta rengeteg dolog történt, de egyfajta algoritmizált oktatás, nem csak lineárisan bejárható tananyag, mint egy film, amit megnézünk, hanem tetszőleges útvonal. Ezek az elágazásos tanulási formák valójában az emberi szabadság azon változatát erősítik meg, amikor tetszőlegesen jár be egy tanuló, egy tananyagot is, amit ismer, azon egyszer átugrik, megkerüli. És ez az ugrásos tanulás, ez egy nagyszerű, mert nem kell szorosan a már ismerteket újra tanulnia tanulnak. És ez, azt hiszem, hogy ez volt az első ihlet a 70-es években. Mivel foglalkozik legszívesebben a tématerületen belül? Mi az, ami önt igazán elvarázsolja? Hát az infokommunikáció mellett van egy nagy szerelmem, ez a kommunikáció elmélet. Annak a e-learningesítése megtörtént már többszörösen, multimédiás formában is, és hát azt nagyon, nagyon szeretem művelni, mert az, hogy interpersonálisan mi történik két ember között, és ezt médiálisan hogy lehet átvinni, különösen távoktatáson, ennek komoly, nem magyarországi hagyománya van, ugye nyilván a tömegkommunikáció elterjedt, az pedig az Amerikából ered. Tanár úr, úgy őszintén szólva, mi minden kellett ahhoz, hogy összejöjjön ez, hogy egyáltalán kikerüljön Dallasba, hogy fölkerüljön a listára, hogy megkapja ezt a díjat? Igen. Jó helyen jó emberek kellettek hozzá, és jó időben. Több ajánlatot kaptam, teljesen váratlanul ért a dolog. Az egyik Jenny Johnson részéről ért, az ICEM nemzetközi tagozatának, aki egyébként a Fulbright tanácsnak is a tagja. Ő figyelt fel munkásságomra, és támogatóként pedig az ICEM, vagy ISEM nemzetközi taneszköztanácsnak a tiszteletbeli elnöke, Richard Cornell, ő tett további javaslatot személyemre, és Magyarországról Herendi István kollégám, akinek köszönöm külön ezt a támogatását Szeged Egyetemről. Ezek kellettek hozzá. Tanár úr, még egy picit visszatérve az ünnepségre, hogyan zajlott le, mi volt az igazi élménye önnek ebben, azon túl, hogy hát megkapta ezt a szép díjat? Hát a leginkább az volt, hogy eleve ott lehettem ezen a díjátadáson, mert ez egy olyan illusztris helyen történt, ami a Fermonszálnak a Velence terme, és ott különböző hírességek már léptek fel korábban is, és most éppen ott adódott, hogy ez a lehetőség megadódik. Itt látjuk ezt a szép termet közben. Igen, ez a Velence terem. Egy távoli kép az aktusról. És hát ez azon túl, hogy ott lehetett az ember, újabb kapcsolatokat tudtunk szőni, többek között az Arizonai Egyetemmel, többek között a Floridai Egyetemmel, hisz ez a Személy szerint kitől kapta a díjat? Itt most egy borátadást látunk, ha jól látom. Egy távol-keleti származású, de már régóta Amerikában élő Chin Shang Tutól kaptam ezt a kitüntetést, aki a szervezet nemzetközi tagozatának az elnöke. Ugye a 11 tagozatból ő az egyik elnök, és egy nagyon dinamikus fiatalember az Arizonai Egyetemről. Bocsánat, hogy félbeszakítottam, csak igen. Látom, hogy közben a kollégáink előkészítették ezt a képet, igen, az átadáson. Tehát kapcsolatépítésnél tartott, hogy lehetett továbbfejleszteni. Igen, igen. Milyen irányba, merre, milyen területen? Gyakorlatilag nem titok, ugye, hogy a Agria Media konferencia és kiállításnak a következő három évben lesz az aktualitása, és hát ezt sikerült tavaly úgy szervezni, ezt a konferencia meghívás pont Orlandóból ide Magyarországra, hogy megkapta Eger ezt a jogot, 12 év után újra. És hát ez azt jelenti, hogy Egernek megint elismerés, és hát azok, akik ezt a szakmát művelik rajtam ki, ugye a rektor úr és a rektorhelyettes úr szakmabeliek, ők is ugye ebben élen járnak, és gyakorlatilag támogatták ezzel a, most a díját lehetőséggel is, hogy most a díjátadással, és hát ezzel a rendezvénnyel,
hogy újra reflektorfénybe tud eger kerülni 12 év után. Aki ilyen elkötelezett és szerteágazó munkát végez, mint ön, annak nyilván persznyi nyugta sincs, terveket sző állandóan. Most mivel foglalkozik, mit tervez? Hát nem is tudom még. Egyelőre az oktató munkámat tervezem, pontosan a távoktatási tagozaton, mert azt hiszem, hogy most hiába, hogy a távoktatásban, az elektronikus tanulásban bármilyen pontról, bármikor el lehet érni bárkit, azért vannak hiányosságok. Utolérni magamat az utazás után, és utána teljesíteni a kötelességemet a oktatói pályán, a katedrán. És hát jön az Agria Média, ami újabb meglepetéseket és újabb lehetőségeket fog igen. rejteni. Nem akarom elvenni másnak a kenyerét, de hát nyilván az ISEM taggyűlés is ezen a konferencián kerül sorra, és még sok egyéb szatellit rendezvény, ahol ugye 120 neves előadó fog részt venni a konferencián. Többek között a Harvard Egyetem dékánja lesz itt, aki szintén a mi talán közök működésünk eredménye. Aztán a NASA-nak a oktatási igazgatói is jelen lesz, ő is a plenáris előadáson fog előadni. Tehát oda fogunk figyelni ezekre a tendenciákra, mert azért mi itt építgetjük a tudományterületünket, de mindig lehet tanulni, különösen Amerikában a trendekből, ahol az oktatástechnológia és a neveléstudomány egy nagyon közös platformon van. Tanár úr, gratulálunk, hogy ilyen sikeres tanuló volt, hogy ilyen szép díjat vehetett át, és elismerést hozott haza a főiskolának és Egernek ismét. További sok sikert a pályáján, köszönöm szépen, hogy befáradt a stúdióba, és hát akkor tartson velünk, nézzük meg, hogy mit kínálnak a hallgatóink a hírek világából, hírlánc ajánlatunk következik.